Következő előadónk Laki Ádám, erőléti és utánpótlás edző a Falkóban, illetve PhD hallgató az ELTE-n. Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó napot, sziasztok! Amiről én itt most beszélni fogok nektek az elkövetkezendő nagyjából 50 percben, az a sebesség, agilitás, gyorsaság, ezen belül is leginkább az utánpótlás tehetségek kiválasztására szeretnék fókuszálni. Hogyha az agilitásról kezdünk el kicsit gondolkozni és beszélni, meg kell csak néznünk, hogy mit is jelent ez a szó. Hogyha csak így messziről rátekintünk, akkor ez azt jelenti, hogy serénység, ügyesség, gyorsaság, mozgékonyság, élelmesség, életrevalóság, valamint tetrekészség. Ha kicsit visszacsatolok az Áron előadására, lényegében ő is erről beszélt. Tehát ezek a testnevelés terminológiában a természetes mozgások, alapvető mozgások, ezek jelennek meg az agilitásban is, és erről fog szólni nagyjából az előadásom. Azokra a kérdésekre szeretnék választ adni nektek, hogy mit fejlesztünk, mit érdemes fejleszteni, miért, mikor, hol elhelyezve az edzésbe, illetve a periodizációba, és hogyan tudjuk ezt megtenni. Ennek megfelelően az előadás tartalma az nagyjából úgy fog kinézni, hogy kezdünk a modern eredményes kosárlabdázó jellemzésével. Ezt követően egy picit az agilitás helyével szeretnék foglalkozni, hogy hol is helyezkedik el a képességek rendszerében, valamint a tesztrendszerben. Kicsit belekóstolunk a kiválasztás és a tehetségek azonosításába, természetesen ebbe a témakörben. Beszélni szeretnék egy kicsit nektek az agilitás elméleti hátteréről, hiszen itt volt egy kis paradigmaváltás az elmúlt időszakban. Ezt követően bemutatok pár mérést, kutatást, így amit a saját utánpótlásunkban végeztünk. Aztán egy picit gyakorlati irányba szeretném terelni az előadást, néhány fejlesztő gyakorlattal, agilitást fejlesztő gyakorlattal, valamint ezeknek a gyakorlatoknak a módosított formáival, hogy hogyan is tudjuk átkonvertálni, átvariálni ezeket a gyakorlatokat. Ezt követően néhány érdekességet hoztam nektek, és a végén pedig, végén pedig összegzéssel szeretném zárni ezt az egészet. Hogyha megnézzük a modern kosárlabdázóra jellemző képességeket, akkor ahány szakirodalom, ahány szakcikk, majdnem mindegyikben valami más találunk, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki eredményes kosárlabdázó lehessen, mi kell ahhoz, hogy nagyon magas szinten tudja űzni ezt a sportágat. Én ezt a megközelítést hoztam nektek, szerintem ez nagyon jól körüljár, és nagyon jól behatárolja ezeket a képességeket. Ugye egyrészt szükség van a kosárlabda IQ-ra, a különböző kognitív képességek magas szintű fejlettségére, aztán a jóra koncentrálásra, hogy ki tudja zárni a negatív hatásokat a játékos. Szükség van önbizalomra, anélkül nem megy semmi. Szükség van agresszivitásra, szükség van a magasabb elérhető célokban való gondolkodás képességére, valamint a két egyik talán legfontosabb, ugye a basketball skills, tehát az alapképességekre, amik ugyanúgy csak megjelentek már Áron előadásában, az alapvető kosárlabda elemek magas szintű ismeretére, a dobás, a passzolás, a labdavezetés, a lepattanó szerzés, valamint a védekezés, és amelyben beletartozik maga az agilitás, illetve az agility, az ugye a physical ability, tehát a fizikális képességek csoportja. Ha megnézzük a modern kosárlabdázókat, akkor azt láthatjuk, hogy extrém jó atlétákról beszélünk. Rettentő gyorsak, erősek, nagyon durva ugróerő jellemző rájuk, mozgékonyak, tehát az agilitási képességük nagyon jó, koordináltság jellemző rájuk, kiváló szemkész koordináció. Erre ugye nagyon sok megtestesítő példája van az NBA-ben, vagy éppen az Euroligában is, de felmerül a kérdés, hogy hogyan fogjuk mi ezt elérni, hogy ilyen kosárlabdázókat neveljünk. A legtöbb szakirodalom azt mondja, hogy az adott sportágra úgy lehet legjobban felkészíteni valakit, hogyha megpróbáljuk utánozni, illetve reprodukálni a sportág által megkívánt energiarendszereket és mozgásformákat. Tehát azokat a mozgásformákat kell beleépítenünk az edzésbe, ami mérkőzésen visszaköszön, és olyan metabolikus háttérrel, olyan energiarendszer felhasználással, amely megint csak a pályán visszaköszön természetesen, a különböző korosztályoknak megfelelően, hogy visszacsatoljak a professzor úr ugye első előadására, az aerob, illetve az anaerob környezetre. Megint csak
hogyha már itt vagyunk a professzor előadásánál, elhangzott és volt szó az izomrostok típusáról, a gyors, illetve lassú izomrostokról. Ez genetikailag meghatározott, de van néhány ilyen differenciálatlan, alacsony számban lévő differenciálatlan izomrost, ezért nagyon fontos, hogy a 13-17 éves kor között környékén olyan ingereket kapjanak a gyermekek, amelyek robbanékonyságot, sebességet fognak indukálni, és ennek hatására megtartódnak a fehér gyors izomrostok, tehát nem fognak lelassulni, valamint ezek a differenciálatlan rostokból fehér izomrostok alakulnak, fejlődnek, tehát nagyobb sebességre lesz képes a gyermek, és robbanékony lesz. Michael Boyle a napjaink talán egyik legismertebb funkcionális edzője, nagyon sok csapattal dolgozik szerte a világban. Nagyon könnyen, nagyon egyszerűen megfogalmazta ezt a kérdéskört. Azt mondta, ha lassan edzel, akkor lassan játszol. Tehát nekünk pont az ellenkezőjére kell figyelnünk, hogy gyorsan edzünk, természetesen a megfelelő technikai végrehajtás mellett, és akkor gyorsan is fog játszani a játékosunk. Tehát a következőkben, hogy kicsit helyezzük el az agilitást, az agility-t a képességek rendszerében, ezen az ábrán azt láthatjátok, hogy milyen képességek és milyen fejlesztési lehetőségek vannak például az U14-es korosztálytól elindulva. Ez fiúkra érvényes, tehát arra írtam ezt. Lányoknál ugye a fejlődés eltérő üteme miatt ez picit változik néhány évre, ugye előbbre tendálódik az egész. Ez nem szentírás, nagyon el is lehet térni ettől természetesen, más eszközöket is lehet használni. Mi ebben hiszünk, nekünk ez bevált ez a módszer, és ezért is látható. Hogyha megnézzük azt, hogy hol helyezkedik el a gyorsaság, illetve az agility, ugye egyértelműen a motoros képességek között az állóképesség, erő, gyorsaság. Ugyan ebben a korosztályban azért is láthatjátok az erőfaktort, mert hogy az erőállóképességet, mert hogy ebben a korosztályban erre kell koncentrálni leginkább az erőfejlesztésnél. A gyorsaságnál láthatjuk, hogy itt izomerőn keresztül tudjuk ezt fejleszteni, egyébként medicilabda gyakorlatokkal nagyon hatásos, valamint különböző agility-kkel, váltóversenyekkel. Most az ábra többi részére nem is szeretnék annyira kitérni, mert nem fontos úgymond ebben a témában, amiről én most beszélek. Természetesen nagyon fontos, de most ehhez a témához nem annyira kapcsolódik. Az U16-os korosztályban megint csak azt látjuk, hogy nem változik ezzel kapcsolatban semmi, tehát ugyanúgy a gyorsaság, izomerőn keresztüli fejlesztése, agility-kkel való fejlesztése nagyon fontos, de ami pluszban bejön, az ugye ott az erőnél látható, ki is emeltem, a relatív erő, valamint a maximális erő fejlesztésének fontossága, mert ezen keresztül tovább tud fejlődni a gyorsaság, minden egyes megindulás, robbanékonyságának a szintje tud növekedni, és ezáltal gyorsabbak lesznek a gyerekek, vagy csak gyorsabbnak tűnnek, nem mindegy. Az U18 és U20-as korosztályt hagytam a végére, ahol is ugye azt látjuk, hogy ebben a korosztályban már a gyors erő és robbanékony erő nagyon szorosan kapcsolódik a témánkhoz, a gyorsasághoz, ahol is ugye már bőven kell, hogy dolgozzunk a gyermekekkel, illetve a fiatal felnőttekkel, olimpiai emelésekkel, még nagyobb számban medicilabda gyakorlatokkal, és ugye ez kapcsolódik a maximális erőfejlesztéséhez is. Itt még egyet kiemeltem, itt a bal oldalon a gyorsasági állóképességet, amely már nagyon fontos lesz ebben a korosztályban. Megmondom őszintén, hogy nem beszéltünk össze így előadók, hogy kinek mi lesz a diájában, és nem is utoljára látjátok ma ezt az ábrát, tehát még egyben benne lesz. Ez ugye a Bai professzor úrnak az ábrája, a biológiai életkor és a hozzá kapcsolt képességeknek a szenzitív időszakait láthatjátok. A szenzitív időszak ugye az a periódus, ahol sokkal hatékonyabban fejleszthető egy bizonyos képesség, mint más időszakban. Vannak olyan kutatók, szakemberek, akik azt mondják, hogy lényegében az egész gyermekkor egy szenzitív időszak. Ebben is természetesen van igazság, de azzal együtt azért mégiscsak vannak olyan képességek, amelyek bizonyos szakaszokban nagyon-nagyon jól tudnak fejlődni adekvát ingerekre. Hogyha megnézzük, hogy hol is helyezkedik el a gyorsaságnak a szenzitív időszaka. Láthatjátok, hogyha most kezdjük ugye a hölgyeknél fönt, a lányoknál, a felső egyenesen, a növekedési csúcsnak a görbéjét láthatjátok, ahol van a pont a növekedési csúcs pontja, ahhoz
viszonyítunk nagyon sok képességet. A lányoknál a gyorsaság első állomása az ilyen 5-6 éves kor környékén van, ugye a fiúknál is nagyon, nagyon kisgyermekkorban, ez a 6-7-6 év környéke. A legtöbb esetben mi nem találkozunk még a gyermekekkel ebben a korosztályban, tehát ezt így ki is húzhatjuk a listáról, hogy mi itt akkor valamit is fejleszteni tudunk, és ki tudjuk használni a szenzitív időszakokat. Ezért csak a második etapban a lányoknál a 11-12 éves kor környéke, a fiúknál pedig ugye a növekedési csúcsnál a 14 éves kor környéke. Ez lesz nagyon is szenzitív a gyorsaság fejlesztése szempontjából. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az idegrendszeri fejlődés az már lezárul kisgyermekkorban, tehát az idegrendszeri gyorsaságot itt már nem fogom tudni fejleszteni a 14-15 éves kor környékén, hanem az erőfejlesztésen és a technikán keresztül tudok egy nagyobb eredményt, jobb eredményt elérni a gyorsaság terén. Picit más téma, egy kicsit a kiválasztásra és a közvetítésre, hogyha átmegyünk. Alapvető kérdés az, hogy ki fogja megkapni a lehetőséget arra, hogy fellépjen egy magasabb korosztályba, esetleg fiatalként feljátszom magas korosztályba, vagy esetleg belépjen a felnőtt csapatba, a felnőtt csapat kapujában toporgó játékosokra gondolunk. Messziről tekintve az egészre azt mondhatjuk, hogy azok kapják meg általában jó esetben, optimális esetben a lehetőséget, akik tehetségesek, szakmai tudás jellemző rájuk, játékintelligenciájuk magas fokú, kreatívak és mentális erő jellemző rájuk. Ők már valamennyire talán megállják a helyüket a profi felnőtt világban is. A felszínt kapargatva, ugye azt látjuk az utánpótlásban, hogy korosztályuk legjobbjai kiemelkednek a kreativitásukkal, a tudásukkal, eredményeikkel, virtuózitásukkal. Itt zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon vigyázni kell ugye az akcelerált gyermekekkel, mert sokszor azért emelkednek ki korosztályukban, mert sokkal előbbrébb tartanak a biológiai életkorukban, tehát ezt így azt meg kell említenem. Tehát ez a felszín, de mi rejlik mögötte? Ott az adottság, hogy milyen adottságokkal rendelkeznek ezek a gyermekek, illetve játékosok, az antropometriai jellemzőik, a játékintelligencia, technikai, taktikai készség, mentális bázis, és ugye a mi szempontunkból, vagy hát most az én szempontomból, a téma szempontjából a kondicionális képességek nagyon fontosak, milyen agilitási képességgel rendelkezik, gyorsasággal, valamint az erő megnyilvánulásaival, hogyan is tud bánni a gyermek. Mondom, ez az optimális eset. Hogyan tudjuk kiválasztani a tehetségeket? Legyen az U14-es korosztály, U16-os, vagy éppen már később U18 későn érők típusok. Ez mindenképpen egy komplex mérési rendszerre van szükség, ami minden térre kitér, minden szegmensre kitér, hogy lássuk, hogy miben jó az adott gyermek, és miben van lemaradása. Ilyen buborékokba fogom most mutatni, hogy milyen csoportokat lehet kialakítani ebbe a komplex mérési rendszerbe. Egyrészt ott vannak az antropometriai vizsgálatok, a testalkati, testtartási, funkcionális szűrések, amiről ugye az előbb már szó volt, például az FMS, vagy éppen a tartáskorrekció. Nagy csoport lesz a motorikus képességek vizsgálata, amelyre ugye egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Ez nem azt jelenti, hogy a többit hátra kell sorolni, de tényleg nagy szükség van a motorikus képesség fejlesztésre. Azon belül ugye állóképesség vizsgálata, amit vizsgálhatunk pályatesztekkel, például ingafutás tesztekkel, vagy éppen a keringési rendszer vizsgálata laboratóriumban, spiroergometriával. A másik nagy csoport lesz ugye a motorikus képességeken belül az erőtesztek csoportja, a maximális erő és a gyorsasági erő, vagy erőállóképesség témája. Külön csoportot adtam a robbanékonyságnak. Láttuk, hogy ez alapvető fontosságú a mai kosárlabdázóknál, hogy mennyire robbanékonyak, milyen explozív erővel rendelkeznek. Erőplatósebb segítségével, medicinlabdás gyakorlatokkal, olimpiai emelésekkel tudjuk ezt vizsgálni. Magát az alapgyorsaságot különböző távokon, az agilitást különböző valid agility tesztekkel, például a T-teszt vagy az Illinois teszt, ezek lehet labdások, labdanélküli tesztek. Aztán vannak a telemetrikus mérések, katapultrendszer, például vagy a polárrendszer. Nagyon fontos lesz a kognitív képességek vizsgálata, a döntéshozatali képesség és a térbeli tájékozódás vizsgálata, valamint a szubjektív fáradtság is ide tartozik. A mi témánkban, amiről most itt szó van, az agilitással kapcsolatban kettőt szeretnék kiemelni, ugye magát az agilitást, ezt labdával, labda nélkül, valamint ehhez fog kapcsolódni nagyon szorosan a kognitív képességek vizsgálata, és azt majd látni fogjuk, hogy miért is lesz annyira fontos, és hogy is jön ide a döntéshozatal az agilityhez.
az agilitás elméleti hátterével szeretném folytatni egy kicsit. Azt mondja a fogalom meghatározás, hogy ez egy olyan képesség, amely irányváltoztatással jár, sok irányváltoztatással, sebességváltoztatással, tehát lefordítva a mi nyelvünkre ritmusváltásokkal, egy adott ingerre, ez nagyon fontos lesz, gyors megindulás, megállás jellemzi, valamint a robbanékonyság, mint olyan kifejezés egyértelműen jellemző rá. Azt láthatjuk ezek alapján, hogy ez egy sokkal komplexebb képesség, mint amit gondolunk. Anticipációs képesség, percepció, tehát észlelés, feldolgozás, érzékelés, reakciógyorsaság, technikai felkészültség, és számos, még majd később kifejtett eleme lesz ennek a komplex képességnek. 2018-as meghatározás azért már boncolgatja azt, hogy nem olyan egyszerű leírni a teljesítmény összetevőit az agilitásnak, tehát ez sokkal komplexebb, mint amerre először gondoltak a sportszakemberek. Ha csak beírjuk a Google-be, hogy agility, akkor azon kívül, hogy a kiskutyáknak az ilyen futkosolását megtaláljuk, ugye, mert abból eredt az egész, akkor láthatjuk, hogy ezeket a teszteket fogja földobni az internet is, az Illinois teszt, a T-teszt, a legyezőfutás, Nyílhegy teszt, és még sok ezer ilyet találhatunk. De valójában ezek agilitik, ezek végül is egy előre meghatározott pályák, amelyen a lehető leggyorsabban kell végig szaladnia, futnia a gyermeknek, a játékosnak, és ha nagyon sokat gyakorolja ezt a pályát, akkor értelemszerűen javulni fog az eredmény. De, itt jön a de. Ezek nem az agilitást mérik önmagukban, csak az irányváltás gyorsaságát és a futósebességet. Mert hogy ahhoz, hogy agilitást tudjunk mérni, nyitott tesztekre kell gondolnunk, nyitott tesztekre van szükség, amelyben egy külső inger is bejön a képbe, és az erre való reakció, gyorsaság és képesség is be fog játszani a képletünkbe. A szakemberek azt megállapították, hogy akik ezeken a nyitott agility teszteken, aztán ezt később majd megnézzük, hogy ezek mik is, jól teljesítenek, azok a játékosok és azok a sportolók a sportágukban is sikeresek lesznek. Tehát magas korrelációt találtak a kettő között. Itt jön be az érem másik oldala majd, hogy a sportoló milyen hatékonyan tudja feldolgozni az ingert. Tehát a korábbiakból fakad, hogy nem elég gépszerűen végigszaladnunk a T-teszten például, vagy egy Illinois-on, ott kell egy döntéshozatalban valami külső inger reakció, legyen az egy bója fölemelése, egy taps, egy csipszó, akármi, és itt bejön az a képletbe, hogy milyen gyorsan tudja feldolgozni az ingert a sportoló, és arra tud-e jó választ adni a döntéshozatali folyamat során. Ennek több összetevője van, ugye maga az első a döntéshozás és a feldolgozás, és ez alapján végbe menő koordináció. Nagyon fontos lesz a reakcióidő, hogy milyen gyorsan tudja feldolgozni ezt az ingert, aztán amikor elindítja a mozgást, milyen robbanékonyan tudja elindítani, milyen gyorsan, és ezt követően ugye az egyensúlyi képesség, ami már a technikai végrehajtásba is belejátszik. Itt látható komplexen lényegében az egész. Ezen az ábrán. Én ezt nagyon szeretem ezt az ábrát, mert jól bemutatja az agilitás komplexivitását. Ugye az érem két oldala, először a bal oldala, ahol az észleléssel és döntéshozatallal kapcsolatos faktorokat láthatjátok. Ide tartozik a vizuális információszerzés, anticipáció, stb. A jobb oldala, az pedig ugye az irányváltoztatással való futás gyorsasága. Megint csak számos képességgel. Felmerül bennünk akkor a kérdés, felmerülhet, hogy akkor feleslegesek ezek a tesztek, az Illinois teszt, a T-teszt, a legyezőfutás, a Nyílhegy teszt, vagy a Csillag Agility például? Abszolút nem. Tehát a meglévő formában nem feleslegesek, hanem csak és kizárólag ezt a szegmensét fogják mérni, illetve fejleszteni az agilitásnak, ugye az irányváltoztatással való futás gyorsaságát. Most, hogy látjuk, hogy igazából mi is az agilitás, picit el tudjuk helyezni a képességek rendszerében, nézzük meg, hogy akkor ennek mikor is van a szenzitív időszaka. Ugye fönt láthatjátok a kronológiai életkort 2-től 21 éves korig,
és a különböző képességeket alatta. Látható, hogy ennek a képességnek, az agilitásnak már 5 éves kor környékén elindul a szenzitív időszaka, és 11 éves korig még tart, de 11-12 éves kortól pedig nagyon jól fejleszthető, tehát amikor bejön a képletbe már a gyorsaság szenzitív időszaka, ugye, ahogy láthatjátok, alatta szerepel a gyorsaság, igazából azzal összefügg az egész, és azzal párhuzamosan jól fejleszthető és szenzitív lesz. Szeretnék rátérni akkor a következőkben az általunk elvégzett mérésekre, kutatásokra. Az első ilyen, egy Illinois teszt volt, ahogy láthatjátok a jobb oldalon. Ilyenkor mindig az agilitás mérést idézőjelbe tettem, mert tudjuk, hogy ez már lényegében nem is agilitás mérés volt, hanem irányváltoztatással való futásnak annak a sebessége és annak a képességnek a mérése. Ezt ugye szombathelyen a Kosárlabda Akadémián végeztük el, ez egy keresztmetszeti mérés volt, tehát egy időpontban mértük fel a csapatainkat, Illinois tesztet futtattunk labdával, illetve labda nélkül, U14, U16, U18 és U20-as fiúkorosztályt mértünk fel, nagyjából elemszámban 42 fő vett részt ebben a vizsgálatban, az A csapatokat mértük fel, és az volt az alapvető kérdésünk, amiből kiindultunk, hogy milyen eltérések jelentkeznek különböző korosztályoknál labdával, illetve labda nélküli végrehajtás során. Nézzük az eredményeket. Ezek az átlag eredmények, amit láthattok, de először tekintsetek légy szíves jobbra, ahol láthatók a nemzetközi referencia értékek, tehát hogy a 16-19 éves utánpótláskorú sportolóknak milyen eredmények hova tartoznak. Tehát például az átlagos az a 16,2 és 18,1 másodperc körüli eredmény, ugye 15,2 alatt lehet azt mondani, hogy excellent, kitűnő az eredmény, és hogyha áttekintetek balra, akkor láthatók az eredmények, ahol is kékkel jelzett vonal mutatja a labda nélküli eredményeket, míg a narancssárga a labdásokat. Látható, ugye, ahogy ránéztek egyből, hogy az U14-es korosztály eredménye a leggyengébbek, és ott van legnagyobb különbség a labda nélküli végrehajtás sebessége és a labdás végrehajtás között, tehát ott abszolút zavarja a gyerekeket a labda a futósebességben. És sajnos ez még az U16-ban is jelen van, és látható, hogy U18-ban is, és U20-ra tűnt el ez a különbség, ahol már labdával közel ugyanazt a sebességet tudják elérni, mint labda nélkül. Tehát ebből az fog majd következni, hogy sportáspecifikus fejlesztése van szükség, hiába gyors valaki labdával, hogyha labda nélkül meghal az a képessége. Itt most a minimum eredményeket láthatjátok, tehát a legjobbakét. Mivel ugye kiválasztás, tehetség, azonosítás is az alcím ennek az előadásnak, ezért fontos megnéznünk azt, hogy az adott korosztályokban kik és hogyan teljesítettek, akik a legjobbak voltak. De azt láthatjuk, hogy már U14-ben is voltak olyanok labda nélkül, akik az átlag feletti eredményt elérték, de U16-tól fölfele már a legjobbak azok mind az excellent, a kiváló kategóriában voltak. Hogyha egy felnőtt példát szeretnék hozni a saját tapasztalatból, tavaly a pandémiás időszakban képességfejlesztést csinálhattunk csak a felnőtt játékosainknak, és például a Per Zoli tudott csinálni labda nélkül, illetve teszten 13-8-as eredményt. Tehát azért az excellenten belül is azért elég brutális idő, de ez egy fejlesztési időszakot követően. Van viszonyítási alapunk, hogy hova szeretnénk eljuttatni a játékosainkat. Hogyha egy-egy korábbi korosztályban, például U16-ban vagy U18-ban felüti a fejét egy ilyen idő, akkor igenis arra érdemes fölkapni a fejünket, hogy hoppá, hogyha ezt jó ingert fog kapni ezek után is, akkor ebből még akármi lehet. A második ilyen kutatás az egy longitudinális mérés volt, megint csak agilitást, ugyanez az Illinois teszt volt, fejlesztési intervenciót hajtottunk végre egy 6-7-es programmal, ahol is egy U14B-s csapatot mértünk fel, 14 fiút. Nagyon gyenge eredményeket hoztak a felméréseken, és kíváncsiak voltunk, hogy hogyan reagálnak egy 6-7-es fejlesztési időszakra, ahol is minden edzésbe beletettük nekik az agilitás fejlesztést, egyből a bemelegítést követően. Megint csak ugye viszonyításképpen ott van a jobb sarokban a referenciaérték, és azt láttuk, hogy már egy 6-7-es fejlesztési időszak is szignifikánsan tudja javítani az eredményeket. Látható, hogy nagyon gyenge kiinduló szintből indítottak, sikerült egy átlagosra hozni őket. Tovább ment egyébként ez a fejlesztés, az már nincs benne ebbe a kutatásba, sikerült tovább javulniuk.
Itt is a minimum eredményeket is hoztam, hogy lássuk, hogy a legjobbak hogyan változtak, tehát ők is tudtak fejlődni, akiknek az első mérésen a legjobb eredményeket, akik a legjobb eredményeket tudták produkálni. Azt mondhatjuk ezek alapján, a kutatások alapján, hogy jelentős fejlődés figyelhető meg az U14-es és az U16-os korosztályok között. Ez valószínűleg a szenzitív időszakok miatt van így. Tehát abban a korosztályban, ha kicsit is jó ingert kap a gyermek, akkor szárnyalni fog ebben a képességben, nagyon jól fog tudni fejlődni. Ez a fejlődés az U16, U18, U20-as korosztályoknál már azért lassul, de tendenciálisan azért folytatódik. Ami nagyon érdekes volt, hogy a labdás végrehajtás jelentős különbségeket mutatott egészen az U20-as korosztály. Ugye ezt az előbb már kifejtettem, beszéltem róla. A második mérésből ugye kiderült az, hogy egy 6-7-es fejlesztési program is már jelentős javulást eredményezhet. Mi van, hogyha folyamatosan foglalkozunk vele már kisgyermekkor óta? A labdás végrehajtás lassítja az agilitást, ami nagy probléma, és ezekből azokra a következtetésekre juthatunk, hogy érdemes a nyomon követés, tehát abszolút kell a monitorozás, az, hogy nézzük a gyermekeket, hogy mi hol tartanak. A tehetség azonosítására egy nagyon jó módszer lehet ebben a szegmensben, és mindenképpen sportágspecifikus fejlesztési programra van szükség, tehát hiába gyorsak a gyerekek labda nélkül, hogyha a labdában már összeesnek és eltörik azt. Lassan már átérünk a gyakorlatra, látom, hogy egyre jobban ásítozik mindenki, már az ebédszünetet várjátok. Lesz pár videó, az egy kicsit már érdekesebb lesz, és nem lesz ilyen száraz anyag. Teljesen mindegy, hogy az érem melyik oldalát nézzük az agilitásnál, tehát az észleléssel és a döntéshozatallal kapcsolatos faktorokat, vagy az irányváltoztatásos futással való faktorokat. Vannak bizonyos kritériumok, amelyeknek meg kell felelni a fejlesztés során. Mindig a bemelegítést követően az edzés elején érdemes ezeket fejleszteni, az F1-ben, tehát a fő rész elején. Pihent állapot szükséges, testi és idegrendszeri pihentség, akkor érhetünk el fejlődést. Megfelelő pihenőidő mellett lehet csak ezeket a képességeket fejleszteni, tehát hogyha a munka-pihenő arányát nézzük, akkor 1-4-1-5 nagyjából a megfelelő arányszám. Hogyha ennél sokkal rövidebb pihenőidővel dolgozunk, az már nem az agilitást, illetve gyorsaságot fogja fejleszteni, hanem gyorsasági állóképességet. Aztán vannak ilyen alapelvek, mint a fokozatosság elve, hogy egyszerűbb gyakorlatoktól, egyszerűbb pályáktól menjünk a bonyolultabbak felé, változatos pályákat alkalmazzunk, sportágspecifikus gyakorlatokat, nagyon fontos a tudatosság, és talán az egyik legalapvetőbbet hagytam a végére, az oktatást, hiszen az egész, amit eddig elmondtam és amit beszéltünk, semmit nem ér, hogyha a gyermekek nem tudnak kitámasztani, nem tudnak gyorsulni, nem tudnak lassulni, mert akkor csak ráerősítek a deficitre. Meg kell őket tanítani a kitámasztás technikájára, mert nagyon sokszor ugye mit látunk, az, hogy kitámaszt valaki, a térde megy arra, az ember megy arra. Tehát ez egy nagyon jellemző kitámasztási forma utánpótlásban, amik felnőtt játékosoknál is. Ezt már kisgyermekkorban a koordináción keresztül el kell kezdeni oktatni, és korosztályról korosztályra vissza kell térni erre a témára. Hogyan is tudjuk fejleszteni az irányváltoztatással való futás gyorsaságát, tehát az érem egyik oldalát? Ugye van két lehetőségünk, amikor parciálisan, tehát összetevőnként fejlesztünk, vagy pedig globálisan. A különböző elemeket parciálisan tudjuk fejleszteni, például a futótechnikát futóiskolával, koordinációs létragyakorlatokkal, kisgát gyakorlatokkal. Most itt nem szeretnék belemenni annyira, hogy most milyen gyakorlatok, tehát név szerint, de ezek a gyakorlatkörök nagyon jól fejlesztik a futótechnikát. Az egyenes vonalú futógyorsaságot rövid maximális sprintekkel, ugye itt már az Áron előadásából tudjuk, hogy itt mi a rövid, tehát nem a 60-70-80 méter, mivel nem jelenik ez meg kosárlabdában, hanem az 5-10-15, maximum 20 méterre kell gondolni. Nagyon fontos lesz számunkra a láb izomzati tulajdonságainak fejlesztése, tehát a szimmetriára kell törekednünk a fejlesztésnél, például a hamstring quadriceps arányára, a feszítők, illetve a hajlítók arányára, hogy ne tolódjon el egyik irányba se az erősség. Itt lokális és specifikus izomerősítésre is lehet gondolni. Globálisan pedig azok az agility gyakorlatok, megint még csak idézőjelben lévő agility gyakorlatok lesznek itt, amelyek ugye egy begyakorolt pályát jelentenek, Illinois, T, stb. Stb. Amelyhez én már tehetek labdát, az már ekkor egy picit sportáspecifikus lesz, de hogyha kicserélem az előre történő egyenes futást, mondjuk kosárlabda specifikus mozdulatokra, védőlábmunka oldalra, hátra, előre, hátrafele, sülyeztet futás, stb., az már megint egy magasabb szint lesz, és nagyon jól fogja fejleszteni globálisan ezeket az összetevőket. A,
Amikről beszéltünk, ugye itt lesz az Illinois test, aztán például a zigzag, azaz a V-agility, ami kosarasoknál eléggé sportágspecifikusnak mondható, ugye a labdavezetés iskolánk is ilyen például a cikcak labdavezetés, nem mindegy, hogy milyen kitámasztással, milyen sebességgel, milyen átütéssel, stb. Nagyon alkalmas lesz erre. Aztán a csillag agility, ami megmondom őszintén nekem az egyik kedvencem, hogyha egy picit átkonvertáljuk majd ezeket. Illetve ott lesz ugye a T-agility is, amelyet pár szinte szerintem mindenki ismer az MKOS felmérésekből, amit ugye kötelezően csinálni kell a csapatoknak, ugye ez a T-agility. És következőkben szeretnék mutatni nektek pár videót, hogy a különböző variálási lehetőségekről. Maradjunk az ismert Illinois testnél, amiről eddig is szó volt. Egyrészt tudom variálni a futások hosszát. Megnézzük ugye a normál kezdünk a normál Illinois teszttel, ahol ugye a bolya távolságok azok 5 méter és 10 méter, tehát így fognak alakulni. Ugye itt látható, itt nem kértem 100%-os sebességű végrehajtást, csak hogy lássuk a pályát, azért a kitámasztásokat érdemes nézni, hogy hogyan fordul, tehát nem az van, hogy a térde meg tovább, ő meg vissza a másik irányba. Ez a normál bolya távolság keresztbe 5 méter, hosszába 10 méter. Ebből nagyon könnyen tudok egy másik variációt létrehozni, amikor megduplázom a bolya távolságokat, ami már akkora lesz, hogy már állóképességet fog, tehát a hosszú egyenes az 20 méter lesz, keresztbe pedig 10 méter. Ez olyan büntetőtől, hát majdnem büntetőtől büntetőig terjedő futás, sőt, ugye még annál is több, hogy látjátok, alaponaltól büntetőig terjedő futás. Itt lehet futósebességet fejleszteni, hiszen van idő fölgyorsulni. Itt a 15-20 méteren már lehet fölgyorsulni, viszont ugye nem olyan sűrűek a kitámasztások, gyorsulások, lassulások. Tehát ez inkább a futósebességet fogja fejleszteni. A harmadik verzió, amit már szerintem ki is találhattátok, hogy vajon melyik lesz, amikor rövid bolyatávolságokat alkalmazok, látható, hogy teljesen más a láb koordinációja, teljesen más lesz a ritmus, sokkal gyorsabb, sokkal finomabb mozgások lesznek jellemzőek a végrehajtásra. Ugye itt lefeleztem a bolyatávolságokat, 2,5, illetve 5 méteresek lettek a bolyák távolságai. Tehát láthatjuk, hogy egy-egy ilyen apró változtatás, meghagytam az eredeti, direkt nem teszem vissza egész képernyőre, mert mindjárt még mutatok videót, az eredeti pályát meghagyva már mennyivel másabb képességet tudtam fejleszteni, és mennyire másra fog koncentrálni ugyanaz az agility gyakorlat. Nézzük meg a csillag agility-t, hogy hogyan lehet például átkonvertálni sportág specifikus mozgásokká. Tehát, hogy a sportág specifikus mozgásokat tartalmazza az alap csillag agility, és ennél az agility-nél nagyon fontosnak tartom azt, hogy visszateszem az elejére, pillanat, nagyon fontos az, hogy hogy helyezi el az ember a pályán ezt az agility-t. Láthatjátok, hogy itt ugye gyűrűvel szembe a körtecsúcs tripla környékén helyeztem el a kiinduló bolyát, a gyűrű alatt van a szembe lévő bolya, és ugye ennek megfelelően a környező 4 pozíció. Itt ugye az eredeti csillag agility mindenhol az van, hogy kitámasztással való fordulás, és mindig előre sprint. Itt csak annyit variáltunk meg, hogy előre felé marad ez a sprint, hátrafele futás, védőlábunk, ugye a bolya kerülésre azért felhívnám a figyelmet, ugye sok apró mozgásra, és ugye itt a vége. Tehát, hogy az alap agility-t már sportág specifikussá tudtuk tenni, nagyon kis változtatásokkal. Ugye itt megnéztük ezeket, pillanat, és megyek tovább. Hogyha az érem másik oldalát szeretném fejleszteni, tehát az észleléssel, döntéshozatallal kapcsolatos faktorokat, akkor megint csak a két opcióm van, tehát parciálisan vagy globálisan állok neki az egésznek. A parciálisan, ahogy összetevőnként tudom a percepciót fejleszteni, tehát a reakció időt, ugye az idegrendszer fejlettsége miatt már nem annyira, de azért valamelyes lehet. Lehetnek vizuális ingerek, például a bolyák színei, vagy éppen az NBA-ből kiragadott példát, hogy itt a Steph Curry egy elég bonyolult feladatot csinál a falnál, labdát vezet bal kézzel, jobbal pedig ugye még ott nyomogatja a gombokat, tehát ez egy elég összetett ilyen feladat. Ennél egyszerűbbek érdemes kezdeni. Hangingerek, például elnevezem a bolyákat, vagy éppen a társ mozgás, a támadó védő helyzete.
Mit gondoltok egy kosárlabda mérkőzésen, mely inger éri a legtöbbet a játékost, vizuális vagy hang inger? Melyik éri többet? Ami fontos és releváns a játék alakulása szempontjából. Hát hangingereket mi éri a játékost? Most ne arra gondoljatok, hogy egy söráztatta hang hátulról a B közéből kiabál és elküldi az anyjába a játékost, hanem ami a pályán úgy éri és releváns. Van a sípszó, ami éri, ugye megállítja a játékot, elindítja akár falt, stb. Tehát van a sípszó. Aztán van például ugye védekezésben a kommunikáció, hogy éppen mit véd a csapat. Például egy pick and roll-nál elésegítés, sarokvédés, stb. Stb. Hogy jönnek a segítések. Támadásban esetleg leszoktaszni az egyik játékos a másikat, hogyha nem jó helyre fut, és arrébb lögdösi meg azt mondja, hogy fussál már jó helyre. És nagyjából ennyi. Tehát a hanginger az nagyjából ennyi, ami éri. Legtöbbet vizuális ingerek érik a játékosokat. Folyamatosan szkennelik a pályát, folyamatosan szkennelik az ellenfél mozgását, nem csak a sajátját, az egész csapatét, labdahelyzetét, azt, hogy ő hogy saját maga hol helyezkedik el a pályán, stb. Stb. Tehát sokkal nagyobb számba éri vizuális inger a játékost. Ezért, amikor a fejlesztésre fókuszálunk, akkor igenis a vizuális ingerekre kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát például egy nagyon egyszerű ilyen dolog, amikor vége van egy feladatnak, esetleg az edzésen, akkor próbáljátok meg azt, hogy azzal jelezzétek a feladatot, hogy készfeltétellel. Biztos, hogy a 70% az tovább fogja csinálni a feladatot. Ugye ez egy berögződés, hogy chipszó vagy valami lezárja a feladatot, viszont pályán nagyon sokszor ugye a vizuális ingerre kell reagálni. Tehát ez egy érdekesség csak. Illetve még nagyon fontos lesz, hogy a társ mozgása, hogy támadó, védő, hogy mit reagál a támadó, az is egy vizuális inger, csak már sokkal sportág specifikusabb, és még amit ide nem tettem föl, a labda helyzete, labda sebessége és labda mozgása. Globálisan az előzőeket kiegészítve igazából nem is egészítettem ki, csak levettem az időzőjelet, tehát olyan agility gyakorlatokra van szükség, amelyekben már van valami döntéshozatali kényszer. Hogyha ez labdát teszek, már alapsportág specifikus lesz, és hogyha a mozgásokat is kicserélem, ahogy a csillag agility-be is láthattuk, akkor lesz az egyik leghatásosabb a fejlesztés szempontjából. Megint megnézzünk néhány lehetőséget a fejlesztésre. Ugye az első, amikor parciálisan szeretnék fejleszteni, döntéshozatalt szeretnék fejleszteni. Labdavezetésből tehát van egy minimális sportág specifikumben, színes bólya érintés a feladat. Itt tudatosan vettem ki a távolságokat, lerövidítettem a távolságot, pillanat és indítom, tehát nagyon kicsik, egyméteresek a bolyatávolságok, hogy ne a futás legyen a domináns, ne az legyen, hogy neki ki kell támasztani és sokat kelljen futni, hanem tényleg az, hogy milyen gyorsan dolgozza fel az ingert, hogy nyúl le, stb. Láthatjátok, hogy állok a gyűrű alatt és mutogatom föl a bolyákat, és ahhoz a bolyához kell lenyúlnia, amelyiket éppen fölmutattam. Tehát még akár még közelebb is hozni a bójákat, hogy még egy kilépésre kelljen tenni, csak helyből lenyúlnia. Tehát ez egy nagyon alap ilyen lehetőség. A következő az, amikor a hangingert fogom előnybe részesíteni. Ugye mondtuk, hogy azt azért kevesebb arányba, de ugyanúgy kell azért azzal is foglalkozni. Ennek a lényege az, hogy elneveztem a pozíciókat. Próbálom, hogy talán mutatni ezzel. Hát, sajnos pont ott nem látszik, na mindegy. Tehát a gyűrű alatt lévő piros bója a center, azt úgy hívtuk, hogy center. Hátul, ami nem látszik, volt egy bója, az volt az irányító. Jobbra kettes pozíció, balra a sárga bója, pedig a hármas pozíció. És indult a labdavezetés, és mindig mondtam egy-egy pozíciót. Tehát mondtam, hogy center, akkor előre kellett futnia. Hogyha azt mondtam, hogy irányító, akkor hátra. Addig a bójáig, ugye maradtunk megint a sportág specifikus mozgásoknál. Ez a kettes, és akkor ugye az volt a hármas. Ez már egy alkalmas feladat esetleg az oktatásra, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a különböző pozíciókat, és behelyezzük ezeket a száraz agility-ket valahogy a kosárlabda környezetébe. A következő videó, amit szeretnék mutatni, amikor a társ mozgására kell, támadó védő, társ mozgására kell reagálni. Melyik lesz ez? Igen.
Ebben az esetben az volt a feladat, amikor én védőként hátraléptem, akkor fel kellett emelni a labdát, tehát hibázott a védő, hogyha kinyitottam valamelyik oldalra, akkor egy leütéssel el kellett indulni. Tehát nagyon egyszerű alapdöntéshozatali sportág specifikus feladat, de látható, hogy a lehető leggyorsabban kell lereagálni. Ez természetesen befejezéssel is végig lehet csinálni, tehát dobja el a labdát, törjön be, csinálja meg, stb. Lényegében ez is egy nagyon egyszerű döntéshozatali képességfejlesztő feladat. Hogyha globálisan szeretnénk, ugye arról már mutattam egy példát nektek, amikor globálisan fejlesztettük vizuális inger hatására, illetve hanginger hatására, a társ mozgása lesz még nagyon fontos, hogyha a csillag agility-nél maradunk megint csak, támadó észlelés, tehát egy kicsit globálissá tesszük az egészet. Ennél a feladatnál az volt a lényeg, hogy maradtak az eredeti pozíciók, nálam volt a labda gyűrű alatt, hogyha elindultam a végrehajtó ember felé, akkor neki hátrafelé kellett futnia, hogyha én indultam el hátra, akkor előre, ha jobbra védőlábunka, ha balra védőlábunka. Tehát egy sportágspecifikus lekövetés a feladat. És el kellett mennie teljesen a bójáig. Érdemes megfigyelni, hogy mennyire lassan reagál. Például itt a legelsőnél, hogyha visszateszem. Nagyon sok idő eltellett attól, hogy én leütöttem a labdát, és még csak most indult el. Tehát ez egy nehéz feladat nekik egyébként, hogy azt jól le tudják reagálni, és jó technikával, gyors, sokkal lassabb a végrehajtás is egyébként, sokkal lassabb. És közben ide még esetleg beleteltek egy olyat, hogy akármikor passzolhatok neki. Akkor pedig föl kell emelni a fejét, szkennelnie kell megint a pályát, hogy honnan jön az inger. Tehát az megint egy következő lépcsőfok lesz ebben a fejlesztésben. Megyek most ide. Annyira nem megyünk előre. Igen, itt tartottunk. Ez csak nagyon, nagyon röviden, nagyon egyszerűen pár példa, inkább gondolatébresztésnek szántam ezt, hogy hogyan is lehet elindulni a variációknál a különböző agility-kkel. Most az, hogy éppen milyen pályát alkalmazol, az, hogy milyen bójatávolság, az már a képzési célnak fog megfelelni. Az, hogy milyen pályát alkalmazol, az pedig rajtad múlik, hogy hogy tudod beleültetni a sportágspecifikus mozgásokat. Én azért szeretem ezt a csillagot, mert nagyon jól variálható, könnyen elsajátítják úgymond a gyerekek ezt a feladatot, de természetesen sokkal bonyolultabbakkal is tovább lehet menni, és érdemes is, csak tudni kell azt, hogy mely korosztályban miért, mit alkalmazol. Tehát nem ezzel fogok kezdeni U14-ben, hanem egy nagyon egyszerű bójaérintőssel, akár két opciós döntéssel, vagy jobbra, vagy balra. Ott még nem biztos, hogy beteszek neki gátlás opciót. Például itt, hogyha van négyféle bójaszínem, van egy, teljesen mindegy, hogy mi, de a fekete nincs benn, mint fekete bója, és én azt mondom, hogy fekete, akkor helyben kell maradni, az már egy gátlás lesz, hogy ugye arra pont ne csináljon semmit. Az megint egy nagyon nehéz feladat lehet. Ezt, amit csináltunk a példába, ezt az utolsó csillag agility-t, tehát, hogy a támadó mozgására kell reagálnia a védőnek, ezt meg lehet úgy csinálni, hogy kiteszel két pályát egymással szembe a kosárlabda pályára, és teljes sebességgel, teljes végrehajtási úton kell végigmenniük a gyerekeknek. Egyik körben az egyik a líder, a vezető, aki mutatja az irányt, ő labdavezetést csinál, a másik leköveti, a másik körbe fordítva. De aztán meg lehet cserélni úgy a szerepeket, hogy a védő irányítja az egészet, és azt mondom, hogy ha a védő elindul jobbra, akkor a labdavezetéssel nekem balra kell indulnom, mert hogy jobbra indult a védő, mondjuk hibázott, kinyitotta a bal oldalt, ez megint abszolút sportás specifikussá tudja tenni ezeket az agility-ket. Most már látjuk azt, hogy sokkal komplexebb ez a képesség annál, mint hogy végignyalgaltatom a gyereket az Illinois-teszten vagy a T-teszten. Sokkal, és tudatosan meg kell tervezni ezeket a feladatokat és pályákat. Fogy az időm, úgyhogy az érdekességekre szeretnék rátérni. Ez egy kicsit az én PhD kutatásomnak is a témája, és azért hoztam be, hogy lássuk azt, hogy nem mindegy, hogy a terhelés mely szintjén hogyan döntenek a sportolók. Felvetült már több szakemberben is a kérdés, és bennem is, hogy a különböző terhelési szintek, azok hogyan változtatják, hogyan befolyásolják a döntéshozatali képességet. Itt gondolunk a nyugalomra, az aerob szint, aerob környezetre, anaerobra, valamint a maximális terhelésre. A professzor úr az első előadáson ugye ezt kifejtette, hogy mik a metabolikus hátterei ennek, oxigén jelenléte, hiánya, stb.
hol is kell meghoznia a kosárlabdázónak a legtöbb döntését. Ugye abszolút nem nyugalomban. Valahol ott az aerob felső harmada, tehát az anaerob töréspont környéke, valami maximális terhelésen. Tehát, hogyha valaki már ugye kosarazott, akkor az emlékszik arra, hogy amikor ülni kell, vagy csak okoskodni a pálya széléről, akkor mindenki mindig látja a jó döntés, hogy most miért dobta rá? Hát ott volt üresen, miért nem passzolta le? Vagy éppen miért nem üti le azt a labdát? Hát elrontotta a védő pozícióját. De amikor benn vagy a pályán, és 200-as a pulzusod, két védő rángatja le rólad a mezt, akkor egyből más a helyzet, sokkal nehezebb meghozni a döntést. És erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon ez csak a döntéshozatali képességre koncentrálva hogyan változik. Ugye példának hoztam egy ilyen gráfot, egy egyenest. Ez volt egy ilyen alapterhelésünk, tehát nyugalmi pontból folyamatosan terheltük a játékosokat futószalagon, egészen a maximális pulzusokig, ami ilyen 200 környéke volt. Úgy próbáltuk meg mérni ezt a képességet, hogy a futószalagra ugye rájtottuk őket, mellkas előpánttal figyeltük a pulzust, az így látszik a bal alsó sarokban, hogy éppen milyen pulzus tartományban dolgozik. A jobb kezükben vagy a balban, attól függ ki milyen kezes volt, volt egy Bluetooth egér, és előre be volt programozva az, hogy jobb vagy bal klikre reagáljon csak az egér, és megmutattuk a gyerekeknek, hogyha felvillan a falon a kék vagy a piros szín, akkor bal klikket kell nyomni, hogyha a zöld vagy a sárga, akkor jobb klikket. 12-szer villant így föl a szín egy ilyen mérésbe, majd ment tovább a futást. Nyugalomból kezdtük, nyugalomban megcsinálták, 12-szer utána aerob környezetben, anaerobban, maximális terhelésen, meg utána a pihenő fázisban is. Tehát 12-szer villant föl, és azt láttuk, hogy a terhelés különböző szakaszaiban rettentő mód eltérnek az eredmények, tehát szignifikáns különbségek lettek. Nyugalmi állapotban a 12-ből körülbelül egyet hibáztak, tehát ez nem volt egy olyan túl nehéz feladat nekik. Az aerob terhelés még egy minimálisan még javított is. Nagyon picit nem volt szignifikáns különbség semmi, de kicsit javította az eredményeken, viszont az anaerob töréspont környékén már sokkal többet hibáztak, még maximális terhelésen, meg több mint kétszer annyit hibáztak. Tehát ott, amikor a torkukba dobog a szívük, akkor már nem tudnak úgy koncentrálni, becsúsznak a hibák. Egyből a terhelést követően, ugye 1,44 volt az átlag hibaszám, tehát azért esett vissza, de még mindig nem a kiinduló pontra. Mint kosárlabda edzőknek miért fontos adat ez? Hát azért, mert hogyha valaki lefőzi a pályán, látjuk, hogy már tényleg kihasznált minden energiát, minden tartalékot, nem biztos, hogy elég neki az 1-2 perc pihenő, amit adunk, nem tud visszatöltődni, és megint hiába ült mondjuk pár percet, ugyanúgy hibát hibára fog halmozni. Itt a közvetlen terhelés után az tényleg közvetlenül volt, tehát 10-20 másodperccel. A pihenés az 5 perc volt, tehát 5 perces pihenést követően mértük vissza, amikor visszament a kiinduló szintre a hibaszámok átlaga. Milyen következtetéseket tudunk levonni ezekből, vagy hát mik azok, amik szembetűnnek? Jelentős különbségek vannak a terhelés különböző szintjeim. Az anaerob helyzetben sokkal több volt a hiba. Közvetlenül a terhelés után a javulás látszik, de azért nem számottevő. 5 percet követően már visszaáll a kiinduló helyzet környékére. Azokat a következtetéseket tudjuk levonni, hogy sportág terheléses, a sportág terhelésének megfelelő specifikus tesztekre és feladatokra van szükség. Tehát én hiába tesztelem például a kognitív képességeket így laboratóriumban ülve, nyugalmi pulzussal, hogyha a játékos nem azzal fog dolgozni a pályán. Ez ugyanaz, mint a dobás. Nagyon sokan nagyon jó kézzel rendelkeznek 110-es pulzus mellett, de 190-essel már sokkal kevesebben tudják jól bedobni. Tehát tudják bedobni jó százalékkal ugye a helyzeteket. Ugyanez érvényes itt is. Úgy kell dolgozni a gyerekekkel abban a környezetben, abban a terhelési környezetben, abban a sportágspecifikus környezetben, amely jellemző lesz a játékra. Ez a mérés is, és ez a folyamat egy nagyon jó tehetség azonosítás lehet. Tehát ki tudja szűrni azokat a kognitív tehetségeket, akik ebben emelkednek ki. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy valaki miért olyan jó. Amit például az Áron is mondott a Luka Doncic, nem extra fizikális képesség jellemző rá,
nincs nagyon jó kosaras testalkata, mégis a világ egyik legjobb játékosa most. Pont ezekből a hintamozdulatokból azt figyeli, hogy hol ront a védő, és abban a pillanatban jó döntéshozatallal bünteti meg azt a hibát, és ebből tud rettentő eredményes lenni. Saját edzői környezetetekre gondoltok, biztos, hogy van egy olyan játékos, akire azt mondott, hogy hát ő nem volt se magas, se erős, nem volt extra jó keze, de mégis mindig jó játszott, mégis mindig eredményes tudott lenni. Lehet, hogy ez volt a hátterében, hogy nagyon jó döntéshozatali képessége volt, tök mindegy, hogy éppen milyen púzuson dolgozott, vagy hogy is ment a meccs. Ez egy érdekes kérdéskör lehet. Azért hoztam így a végére érdekességnek csak. Összefoglalva a mai elhangzottakat itt részemről, szerettem volna a választ adni nektek arra, hogy mit fejlesztünk, miért fejlesztünk, mikor, hol és hogyan. Remélem, hogy azért sikerült nagyjából ezt így kielégíteni. Az agilitás volt ugye a fő témánk ebben az előadásban. Azért fontos az agilitás, mert a modern kosárlabdázó egyik legfontosabb képessége lett a robbanékonyság mellett az agilitás. Milyen mozgékony, milyen fürge, és hogy milyen jól tudja meghozni emellett a gyorsaság mellett a döntéseit. Parciálisan és globálisan is tudjuk fejleszteni ezt a képességet. Az oktatás az elengedhetetlen lesz, hogy oktassuk a gyermekeket a jó kitámasztásra, a jó gyorsulásra, jó lassulásra. A különböző korosztályok monitorozása és fejlesztése szerintem elengedhetetlen, alapvető. A tehetségek kiválasztására nagyon jó. És az egyik, ha nem a legmarkánsabb hozadéka, hogy sportág specifikus módszerekre van szükség. Mindig úgy gondolkozzatok, hogy az a mozgás, az a mozdulat, az hogy fog visszaköszönni neked a pályán. Hogyha nem találsz olyat, hogy visszaköszön, akkor feleslegesen csináltad azt a feladatot, vagy éppen azt a mozgást. Felhasznált irodalmakat láthatjátok, és köszönöm szépen a figyelmet. Én hagytam időt a kérdésekre, hogyha esetleg a témával kapcsolatban valakinek lenne, akkor igyekszem válaszolni rá. Ezek szerint minden érthető volt. Nincs kérdés? Akkor köszönöm szépen, hogyha nincs még egyszer.